És egyetértés. Épp a 12 pontot szavalják a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelgő kisfilm forgatásán. Nagyon fontos, hogy, hogy megismerjék a gyerekek a történelmüket, és ezzel, hogy itt vannak, és megünneplik ezt az ünnepséget, átélik, hogy annak idején március 15-én az ifjak hogy érezték magukat akkor abban a helyzetben. A pandémia miatt országszerte így Egerben is elmaradnak a hagyományos március 15 i -e ünnepségek. A Dobó István Bármúzeum azonban közös megemlékezésre készül az online térben azt láttam, hogy minden egyes információ, amit a különböző csatornáinkon kiadunk a várból, minden egyes fotó, kis hír, nagyon-nagyon jó közegre talál a látogatóink körében, szomjaznak az információkra. És úgy gondoltam, hogy ezt a két dolgot összekötjük, és megpróbálunk egy olyan közös kis megemlékezést, műsort készíteni, ami a város szempontjából és minden résztvevő szempontjából azt gondolom, hogy abszolút pozitív üzenettel bír. A Vármúzeum kezdeményezésére a Szent Imrés diákokon kívül az Egri Szimfonikus Zenekar részfúvósai, Várhelyi Dénes színművész, az Egri Vár vitézei, valamint népzenészek és néptáncosok fogtak össze, hogy közös produkcióval róják le tiszteletüket a múlt hősei előtt. Fontos számunkra, hogy néptánccal mutassuk meg igazából a magyar népnek, hogy mire is képes a magyar ember, és hát mikor, ha nem május 15-én a Magyarság napján. Az 1848-49-es eseményeket zenével, tánccal és verssel felelevenítő műsort a tévéger munkatársai rögzítették. Három operatőrrel forgattunk, egy drónt is használtunk a felvételek során, és különösen megtisztelő volt, hogy sok intézmény együttműködéséből született ez a felvétel, és egy forradalomra emlékezni az összefogás erével tulajdonképpen a legméltóbb, amit el tudtunk képzelni. A négy fős járványügyi szabályoknak megfelelően forgatott a vár zárt kapui mögött, a szereplőket térben és időben is elkülönítve egymástól. Az elkészült produkciót a részvevő intézmények március 15-én osztják meg saját csatornáikon, ezen kívül a tévéger is műsorra tűzi hétfőn 18.30-tól, 18.48-tól pedig Mirkocki Ádám polgármester ünnepi beszédét közvetítjük.